Ezek a felvételek még tavasszal készültek, ekkor még az utcán is kötelező volt a maszkviselés. A koronavírus járvány harmadik hullámának legyőzése után a kormány könnyített a megszorításokon, és eltörölte azt. Az ősz előre haladtával azonban újra emelkedni kezdett a fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma hazánkban. A vírus delta variánsa gyorsabban és agresszívabban terjed. A szakemberek azt javasolják, hogy bár nem kötelező, de kezdjék el újra viselni a lakosok a maszkot. Erre hívta fel a figyelmet Jakab Ferenc is, a Pécsi Tudományegyetem professzora, a Szent Ágotai János Kutatóközpont virológiai laboratórium vezetője. Ugye a járványügyi intézkedések betartása, a készfertőtlenítés, a távolságtartás és természetesen elsősorban a maszk használat rettenetesen fontos lehet a mostani negyedik járványhullám leküzdésében. Ezért szeretnék mindenkit megkérni, hogy saját közössége és diáktársai érdekében viselje maszkot, tartsa be az előírásokat ott, ahol ez szükséges. Megkérdeztük a Tolna megyeieket is, mit gondolnak arról, hogy ám bár nem kötelező, mégis fokozottan ajánlott a maszkviselés. Kiderült, hogy a legtöbben helyeslik és követik a szakemberek által megfogalmazott óvintézkedéseket. Én helyesnek tartom a viselését, egészségügyben feltétlenül, de hogyha romlik a helyzet, akkor helyesnek tartom, mert nem csak magunkat védjük, hanem mindenkit. Volt, aki az egészségügyi intézményeken kívül máshol is kötelezővé tenni a viselését. Én azért az áruházaknál is bevezetném. Megmondom őszintén, mert ott sok ember megfordul, és ott az utcán azért nem, ott szabad levegő van. Akadt azonban olyan is Bonyhádon, aki nem támogatja ezt a kezdeményezést, és addig, amíg nem teszik újra kötelezővé, nem is hajlandó felvenni a maszkot. Ez legyen mindenkinek a saját döntése. Aki úgy érzi magát, hogy attól biztonságosabban, húzza föl, de ennyit, nem fűznék hozzá mást. Szekszárdon is többfajta véleménnyel találkoztunk. Pörös Györgynél például kifejezetten maszkellenesnek vallotta magát. Nekem az a véleményem, hogy azok az emberek, akik nem betegek, tehát nincs semmilyen tünetük, annak teljesen fölösleges maszkot hordani. Aki beteg, illetve aki fél és úgy gondolja, hogy ezzel ő bármit is megelőz, az hordja. Azonban ennek az ellenkezőjével is összefutottunk. Hát én például nem csak amikor szabad volt, vagy úgy kellett, hogy használjuk, de én nyáron is használtam, bementem boltba, bárhova, gyógyszertárba, én mindig fölvettem a maszkot, kivéve az utcán, akkor lehúzom. De én fontosnak tartom, mert azért egy zárt helyiségbe bemegyünk, ott azért nem tudjuk sohasem, hogy kivel találkozunk, és azért ez a biztonság azért az jó, az kell, hogy legyen. Információink szerint Magyarország kormánya egyelőre nem tervezi, hogy újra kötelezővé teszi a maszkviselést.